Megnyílt a téli fesztivál a Vörösmarty téren. A budapesti adventi és karácsonyi vásár idén is válogatott kézműves termékekkel, kulturális és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. Az Európa 10 legszebb adventi vására között jegyzett karácsonyi forgatag évente 3-400 ezer turistát vonz Budapestre. Budapest a nemzetközi turizmusban és a választott desztinációk között egyre előkelőbb helyet foglal el. Véleményem szerint számos hazai szolgáltatónak, minőségi, turisztikai terméket előállítónak köszönhetően Budapest kulturális tartalmat, szellemi terméket előállító képességében erős és kiemelkedő. Gondolok itt a Budapesti Tavaszi Fesztiválra, Budapesti Nyári Fesztiválra, a Café Budapest Őszi Fesztiválra, vagy a Sziget Fesztiválra, vagy akár a Téli Fesztiválra, melynek apropójaként most itt összegyűltünk. A hagyományokhoz híven 12 karitatív szervezetet is meginvitáltak a szervezők. Hetente két segélyszervezet mutatkozik be majd a vásáron. A Téli Fesztivál keretei között a Vörösmarty téren kívül november 21-től a Városháza Parkban, november 27-től pedig a Szent István téren is várják a karácsonyra készülődőket.